Markku Viri 4 éven át töltötte be Magyarország finn nagyköveti tisztségét. Ennyi év távolét után visszatér a finn külügyminisztériumba, feladatait még nem ismeri előre. A Pécsi Finn Magyar Társasághoz azonban eljött elköszönni, hiszen kiváló kapcsolatot ápolnak egymással. Nagyon szép emlékekkel távozom. Budapesten kívül az ország más részét is sikerült megismernem. Így Pécset és Baranya megyében már másodszor járok. Voltam Szegeden, Debrecenben, Győrben és Miskolcon is, azonban a koronavírus helyzet miatt nem tudtam annyit utazni, mint amennyit szerettem volna. Sikerként élem meg, hogy amerre csak találkoztam finn baráti körökkel, azt tapasztaltam, hogy őszintén és aktívan élik meg a finn-magyar barátságot. Kator György neve az utóbbi közel 2 évtizedben egybeforrott Finnországgal, a magyar finn barátsággal, Pécs és Lakti kapcsolatával, tiszteletbeli konzul Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyében. Régebbi időben több feladat hárult rám, amíg az Elkotek itt volt több finn dolgozóval, több finn vezetővel, és előfordultak okmány eltűnések, elvesztések, és akkor ebbe volt feladatom. Többek között most aktuális, de mesélem, hogy 2-szer is volt nálunk a konzulátuson választás. Amikor Finnországban választás volt, lehetőség volt arra, hogy nálam a konzulátuson leadják a voksukat. Nagy múlttal rendelkezik a Pécsi Finn Magyar Társaság. Idén 47 évesek, azonban az utóbbi évek nehézségeit ők is megérezték. Nehezebben zajlottak a társaság programjai, és a személyes kapcsolattartás is hiányzott valamennyiüknek, mondja Anya Haparanta, elnök. Havonta volt a rendezvényünk, és változó programokkal, és a minden harmadik évben Lahtiból jött a csoport, és innen is ment, és akkor közben volt egy év, amikor pihentünk. És most nagyon reméljük, hogy az idén, nyáron vagy az ősze legyen, megint tudnak jönni a lahti barátaink. És tényleg, hogy amikor sikerült, vagy lehetett összejönni, akkor tartottunk a rendezvényeket. A Pécsi Finn Magyar Társaság ünnepi műsorral köszönte meg az elmúlt éveket Markku Virinek.